Szeretettel köszöntök mindenkit az Ezüsthegyi Könyvtár Kötőklubjában. A mai alkalommal sok hasznos tippel érkeztem, amire a kötés során szükség lehet. Patent mintát akkor kötünk a ruhadarabra, hogyha szeretnénk, hogy a széle egy kicsit szorosabb legyen, mint maga a kötésdarab. A legegyszerűbb patent mintát úgy kötni, hogy egybekötjük a ruhadarabbal, tehát már eleve úgy kezdjük a kötést, hogy felvesszük a kezdősort, és elkezdjük a számunkra kedves patent mintát. Én nagyon szeretem ezt a két sima, két fordított patent mintát, amit egyébként hamis patentnak is hívnak. Az egyetlen szabály csak az, hogy a patent mintának a kötését legalább két számmal kisebb kötőtűvel végezzük, mint a kötésdarabnak a kötését, és maga a szorosságot, a feszességet, az a kötőtűk mérete közti különbség fogja adni. Választhatjuk azt is, hogy egy már meglévő darabra készítünk utólag patent mintát. Ez a trükkösebb. Ilyenkor annyit kell tennünk, hogy itt van a kötés darabunk, és a vízszintes sorra, ami itt látható, felveszünk kötőtűvel egy újabb sort, amivel megkötjük a patent mintát. Itt is szabály az, hogy a patent mintát legalább két számmal kisebb kötőtűvel kell kötni. A szemek felvétele pedig úgy történik, hogy beszúrjuk a kötőtűt a zárósor alatti első szembe, megfogjuk a fonalat. Én most az egyszerű láthatóság kedvéért egy másik színt választottam, de természetesen ezeket a mintákat a kötésdarab saját színével készítjük. Ezt a fonalat áthúzzuk az első szemen, ami egyébként nem mindig szokott könnyen menni. Ha ez megvan, akkor csak annyi a dolgunk, hogy a következő szembe is beleszúrjuk a kötőtűt, ráhurkoljuk a fonalat, és gyakorlatilag így végig felszedjük a szemeket. Vízszintes sornál meg lehet azt tenni, hogy minden egyes szembe felveszünk egy szemet, hiszen a vízszintes soroknak van egyfajta rugalmassága. Kezdő kötőknek én inkább azt ajánlom, hogy horgolótűvel kezdjék a szemek felvételét, hiszen sokkal könnyebb a fonalat átvezetni. És amikor néhány szemet felvettek a tűre, vagy felvettetek a tűre, akkor ezeket csak át kell tenni a kötőtűre, kihúzzuk a horgolótűt, és már meg is van a patent kezdősora. Patent sort nem csak a vízszintes szélre szedhetünk fel, hanem a kötés mintánk függőleges szélére is. Erről azt kell tudni, hogy sokkal feszesebb, mint a vízszintes szél, erről általában a szélszemek gondoskodnak. Itt egyetlen egy szabályt kell észben tartanunk azért, hogy elkerüljük a ráncolódást, hogy három szemet egymás után megkurkolunk, viszont a negyediket üresen kell hagyni, újra három szemet egymás után megkurkolunk, és a negyediket megint üresen kell hagyni, ezzel a munkadarabunk széle szép egyenletes marad. Amikor kész vagyunk a kötésdarabbal, következik az összeállítás. Összeállításnál kétféle varrásra van szükség, a vízszintes elemek varrására, illetve a függőleges elemek varrására. Amikor egy ruhadarabot illesztünk össze, akkor érdemes a szín felükkel összeilleszteni, megkeresni az új kivágás, nyakkivágásnak a pontjait, és mindig a vízszintes varrással, illetve ennek a melinnek az esetében a váll részével kezdünk. A vízszintes részek varrása következőképpen történik, most ezen mutatom meg, mert ezen jobban követhető. Itt van a zárósor, mögé tesszük a másik munkadarabot, és úgynevezett
hátraöltéses technikával rögzítjük a két munkadarabot egymással, egymáshoz, úgyhogy két szemet a fonállal áthurkolunk, tehát itt van egy szem, illetve itt van egy szem, és soha nem a zárósort varjuk, hanem a zárósor alatti részt. Tehát itt van egy szem, itt van egy szem, az első szemnek a hátuljába beleöltünk, és elől kijövünk a második szem elején, áthúzzuk a fonalat, és hátra öltünk a második szem hátuljába, innen a neve az öltésnek, itt a második szem hátulja, hátra öltünk, és újra két szemet karolunk át, a második szem elején hozzuk ki a tűt, és átvezetjük a fonalat. Megint hátra öltünk, a második szem elején újra kihúzzuk a fonalat, és ezzel a mintával, vagy ezzel az öltéssel a vízszintes részeket nagyon jól egymáshoz rögzíthetjük. Természetesen én most a látvány kedvéért választottam az eltérő színű fonalat, de ugye ezeket a részeket mindig a saját fonalukkal varjuk. Az összevarrandó részeknél lesznek olyan elemek, amelyeket függőlegesen illesztünk össze. Itt a munkaszínére fordítjuk az összeillesztendő darabokat, és úgynevezett matracöltéssel öltjük össze, ez azért jó, mert szoros és nem látható. Ennek a varrásnak a titka, hogy a szélszemeknek ezekkel a keresztszálaival dolgozunk, tehát itt vannak a szélszemek, itt vannak az első lekötött szemek, és a közöttük lévő keresztszálakon kell átbújtatni a fonalat, méghozzá úgy, hogy egyszer a jobb oldali résznek a keresztszálán, egyszer pedig a bal oldali résznek a keresztszálán. És akkor ilyen oda-vissza, oda-vissza ilyen öltések keletkeznek, amit a végén, ha meghúzunk, akkor szorosra húzhatjuk a ruhadarabot, jó? Tehát a következő keresztszálon átbújtatom, egyszer a jobb oldali munkadarabnál, egyszer a bal oldali munkadarabnál, mindig a szélszem és az első szem közötti keresztszál alá, és amikor végére értünk, akkor csak annyi a dolgunk, hogy a két szálát a varrásnak meghúzzuk, ez összehúzza a munkadarabot, miután meghúztuk, összehúzza a munkadarabot, és gyakorlatilag innentől kezdve láthatatlan, és nagyon jól tartja a kötés darabokat. A gombjuk készítésének is több fajtája van, én ebből most hármat mutatok meg. Az első a bébi gombjuk, ami nagyon pici, általában bébi ruhák készítéséhez használjuk. A másik a vízszintes, illetve a függőleges gombjuk. Kötésnél nem árt megjelölni azokat a szemeket, ahol a gombjuk készítését el kell kezdenünk. A bébi gombjuk kötése nagyon egyszerű. Elkezdjük a kötés darabunkat kötni a minta szerint. És amikor a gombjuk helyéhez értünk, ugye itt esetünkben ez a megjelölt szem. Kivesszük a szemjelölőt, és mivel itt kis lyukra van szükségünk, egy sorban el is intézhetjük a lyuk képzését, méghozzá úgy, hogy készítünk egy ráhajtást a jobb oldali kötőtűre, és a következő két szemet egy szemmel lekötjük. A munka fordítottján minden szemet fordítottan kötünk le, és gyakorlatilag ezzel képződik ez a kisméretű lyuk, ami a bébi gombokhoz tökéletesen megfelel. A következő gombjuk az a vízszintes gombjuk, az is egy viszonylag egyszerű kötési technika. Haladunk a kötés mintával egészen a megjelölt szemig, ahol el kell kezdenünk a gombjuk készítését.
esetünkben ez a szem, és olyan mennyiségben, amilyen mennyiségben gombhoz szükség van, elkezdjük fogyasztani a szemeket. A korábban tanult fogyasztási technikával, tehát két szemet egyszerre kötünk le, és közben számoljuk, hogy már hány szem lekötését végeztük, a mi esetünkben 4-et kell, ez a 4., és amikor ez megvan, haladunk tovább. A munka visszáján ugyanezeket a hiányzó szemeket egyszerűen visszaszaporítjuk a kezdő sorhoz hasonló urokképzéssel. Jó? Egy kicsit bonyolultabb a függőleges gombjuk, hiszen ott két munka felülettel kell dolgoznunk. Kötjük a kötésdarabot a megjelölt szemig, esetünkben ez a szem. Itt két variáció közül választhatunk, hogyha nagyobb gombjukat szeretnénk, mert mondjuk egy téli kabátot kötünk, akkor a megjelölt szemnél egy fogyasztást elvégezhetünk, ezt a fogyasztást azonban a két oldal újraegyesítésénél vissza kell szaporítani. Ha nem szeretnénk ilyen nagy gombjukat, akkor egyszerűen tovább kötjük ezt az oldalt, ugye ez a szem volt az, ide most visszatehetjük a szemjelölőt, hogy ne felejtsük el, hogy itt meg kell állnunk a kötéssel. Végigkötjük a munkadarabot a sor széléig, megfordítjuk, és az nagyon fontos, hogy csak a megjelölt szemig kössük a munka visszáján a sort. Olyan magasságban, amilyen magasságban szükség van a gombjukra. Jó, tehát következik először egy szélszem, következnek a fordított szemek, hiszen a kötés minta ezt kívánja meg a munka visszáján, egészen a megjelölt szemig. Majd nem folytatom tovább a kötést, hanem megfordítom, és egy új sort kötök a munka színén. Majd újra visszafordítom a munkadarabot, és olyan magasan végzem ezt a gombjuknál, amilyen magasságú gombjukra szükség van. Mondjuk, hogy esetünkben csak ilyen magasságú gombjukra van szükség, ugye eljutottam a megjelölt szemig. Ugye ezzel a munkaszállal nem lehet tovább haladni, hiszen a jobb oldali munkarész sokkal magasabban van, mint a bal oldali. Ebben az esetben egyet tehetünk, elvágjuk ezt a szálat, ezt majd a későbbiekben el fogjuk dolgozni. Horgolótűvel felvesszük a megjelölt szemhez az új fonalat, amit természetesen pár centi hosszan meghagyunk azért, hogy később majd ezt is el lehessen dolgozni, és ezzel a szállal végig kötjük a sort. Ugye az első szem az mindig egy kicsit nehezen alakul ki, hiszen mobilis a szál, de itt már lehet látni, a következő gombjuk kezd kialakulni. És csak annyi a teendőnk, hogy a munkadarab bal oldalán is ugyanolyan mennyiségben kössük meg a sorokat, amilyen mennyiségben megkötöttük a munkadarab jobb oldalán, és a végén, amikor összeér a két sor, akkor egy szállal végig lehet kötni a sort. És akkor, ha már itt tartunk, akkor megmutattam, hogy hogy kell a munka visszáján visszaszaporítani a vízszintes gombjukhoz a szemeket, tehát elértünk
a viszintes gombjuk szeméhez, mert az utolsó lánc szeméhez, és akkor egész egyszerűen a korábban megtanult módon, ugye négy szemet fogyasztottunk, négy szemet visszahurkolunk a kötőtűre, kötjük tovább a munkadarabot, és ezt a négy szemet a munka színén már sima szemekkel lekötjük, és ezzel képződik a gombjuk. A bébi gombjuknál semmi más teendőnk nincs, mint a megadott minta szerint lekötni a ráhajtást, amiből a következő sorban már egy teljes értékű szem lesz. És akkor elkészült a bébi gombjuk, elkészült a viszintes gombjuknak a visszaszaporítása, illetve elkezdtük a függőleges gombjukat. Vannak olyan kötés darabok, amelyeket horgolt szegéllyel szeretnénk díszíteni. Ennek a módja a következő. A szélső és az első szem közé beszúrjuk a horgolótűt, ráhurkoljuk, áthúzzuk a szemen. A következő szembe is bele szúrjuk a horgolótűt, még egy hurkot készítünk vele, ezáltal két hurok keletkezik a horgolótűn, készítünk egy ráhajtást, és ezt a ráhajtott fonalat áthúzzuk a két hurkon. Ez a rövid pálca. A továbbiakban ugyanígy folytatjuk a horgolt szegély készítését, hogy átszúrjuk a következő szemen, meghurkoljuk, ráhajtjuk, és áthúzzuk a két húrkon. És ezzel gyakorlatilag elkészítjük a látványos horgolt szegélyt a kötés darabunkra. Hogyha esetleg úgy érezzük, hogy szorossá válik a szegély, akkor esetleg ki tudunk hagyni egy szemet, és annak az átugrásával folytathatjuk a szegélyt. Azzal lehet még a horgolt szegélyt szorosabbá tenni, hogyha kisebb horgolótűt választunk, mint amivel a kötés során dolgoztunk. Előfordulhat, hogy kötés során leszalad egy szemünk. Itt látható, hogy végigkötöttük a sort, hiszen a munkaszál a sor végén található, de egy szem leszaladt. A helyes felvétele a sima szemnek, beleszórunk a hurokba a jobb kötőtűvel, és ugyanezzel a kötőtűvel felvesszük a leszaladt keresztszálat is, majd a baloldali kötőtűvel átemeljük a keresztszálon a szemet, áttesszük az új hurkot a kötőtűre, és visszatehetjük a szemeket a bal kötőtűre, és lehet folytatni a sort. Ha mindez fordított sorban történik, tehát a munka visszáján, most itt van a leszaladt szemünk, akkor a következőt kell tenni, ugye itt van a meglévő hurok, itt van a leszaladt keresztszál, felvesszük a hurkot a baloldali kötőtűre, itt van a keresztszál előtte, és gyakorlatilag visszatesszük a keresztszálból a hurkot, újra áthurkoljuk a meglévő szemen, visszatesszük a kötőtűre, és átvehetjük újra az épp szemeket, ahhoz, hogy folytatni tudjuk a kötés mintát. Időnként az is előfordul, hogy ha eltévesztünk egy szemet, ugye itt ezen a munkadarabon látható, hogy a munka színén csak sima szemek láthatók, kivéve ezt az egyet, ahova sikerült egy fordított szemet kötni. Ha ezt későn vesszük észre, már néhány sorral elhagytuk a
adott sort, akkor nincs más teendőnk, illetve nem tehetünk mást, mint hogy sajnos megpróbáljuk nagyon óvatosan visszafejteni az előző sorig. Tehát ahol a hibás szem van, az azt megelőző sorig megpróbáljuk visszafejteni a kötésünket. Itt van a hibás szem, itt van az előző sor. Ezt visszaszedjük a kötőtűre. Baloldali kötőtűre addig, amíg a hibás szemhez nem érünk. Ez nem egy egyszerű művelet, úgyhogy lehet, hogy aki kevésbé gyakorolt, azt ezt megteheti úgy is, hogy csak szemenként fejti vissza. Ha visszaszedtük a tűre a szemeket, csak annyi a dolgunk, hogy a hibásan megkötött szemet leejtjük a tűről, illetve a hurokból, és az előbb bemutatott technikával megkötjük, visszakötjük a két leszaladt szemet, és gyakorlatilag össze visszatehető a kötőtűre az összes szem. És folytathatjuk a kötést. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, jó kötögetést kívánok a nyárra, és szeptembertől újra várunk titeket itt az Ezüsthegyi Könyvtárban, amikor újraindul a Kötőklub személyesen is.